Halljátok ezt? Csend van! És csipognak a madarak. Csipognak. Az igen csogi. Gyönyörű idő van, és bár nem tudjuk, hogy meddig lehet kimenni a lakásból, de arra gondoltam, hogy a mai videót, ha már amúgy is ilyen témájú, kimenjünk és a természetbe veszük fel, úgyhogy menjünk! Na, amíg találunk itt egy normális helyet, szóval én teljesen egyetértek azzal, hogy aki tud, az mindenképp maradjon otthon, mert szerintem is ez a legegyszerűbb. Plázában meg ilyesmi, nem tudom, egyáltalán nyitva van, de szerintem ma sincs nyitva. Na oda ne, oda semmiképp se. Én a madarak csipogásából úgy érzem, hogy valahol valahol itt tökéletes lesz, mert hogy egyébként vannak fenyőfák, Csongi nagyon szereti a fenyőfákat, szóval ezért tökéletes hely. Úgyhogy mehet! Úgyhogy hajó lenyők és srácok, én Csongi vagyok, és végre kint vagyunk a természetbe, és várjatok. Ez a pulcsó rajtam, és semmi más, és egyáltalán nem fázok. Sőt, egy picikét még melegem is van. Én mindig szeretem kihasználni az ilyen jó időket, mert egyszerűen itt érzem magam a legjobban. A mai videónk témája pedig nem más, mint az, hogy az emberek hogyan alkalmazkodnak ehhez a furcsa rendszerhez, mit csinálnak, hogyan oldják meg azokat a hétköznapi dolgokat, amiket hát most elég nehéz. A legnagyobb tudósok azt ajánlják, hogy az egészségetek érdekében próbáljátok meg otthon is betartani azokat a dolgokat, amiket minden nap csináltatok. Szóval ez az ember is betartotta otthon. Pista! Miért? Hiába, hogy a főnök azt mondta, hogy innentől elég otthon dolgozni, és akkor ilyen telekommunikációs képességekkel azt, amilyen szavakat ismerek. Megoldjuk a problémákat, valamiért Pistának hiányzott a BKK. Miért hiányzik ez bárkinek? És most őszintén írjátok le a komment szekcióba, hogy aki esetleg buszozik napi szinten, annak hiányzik most? Lehet, hogy ti is otthon. Telefon pipa, fülhallgató pipa, és még a buszon levő kapaszkodó is pipa. Na ezt nevezem én kreativitásnak. De várjatok csak egy pillanatra! Hát neki van WC-papírja! Nemrég volt Valentin nap, és ugye mondtam nektek, hogy nem csak Valentin napkor kell kifejezni azt, hogy mennyire szeretitek a tesód... Ezt azért nem mondod! Hát őt is csak kicsit másképp. Szóval a barátnőtöket vagy barátotokat, hát igen, nem rózsát, nem csokit kell vásárolni a spárba. Szerintem minden barátnő és minden pasi álma az, hogy hazaállítson a párja egy nagy csomag családi WC-papírral. Szóval nincs nálad, falhoz megmotozlak. Amúgy én ezt tényleg nem értem, valaki magyarázza meg nekem. Tudom, fontos a WC-papír, és igen, én is rengeteg ezt... De miért vesz a világuniverzumban mindenki? Mindenki! Csöves WC-papírt! Oké, értem, mindenki a lehető legkevesebbet akar kimenni az utcára, ezért bepakol kajával, még talán WC-papírral is. De amikor látok egy családot három darab ilyen 12-es WC-papírral, tesó, az azért egy jó pár hónapig elég, és nem hiszem, hogy két hónapig nem fogsz kimenni a boltba, mert megveszel egy-két fagyasztatot, és kész, hagyja másiknak is, mert szerencsétlen, akinek nincsen pénze, az még nem fog tudni megvenni 15 fagyasztott húst egyszerre. Ha mindenki megvenne 2-3-at, és hetente egyszer lejárna a boltba, akkor sokkal beljebb lennénk, mint az apokalipszisban, mert már tényleg az van. És ha már a WC-papírnál tartunk, hogyha 144 gurig a WC-papír kell neked a 14 napos karanténhoz, hát haver, akkor szerintem jóval azelőtt el kellett volna menni orvoshoz, mint ahogy volt ez a korona. És mennyire igaz? Next! Várjál már, én ezt most nem értem. Egyrészt, miért van derékszögben a farka? Tehát, hogy ez egy... Nem tudom, hogy mennyire természetes egy kutyánál. Lehet, hogy a matek tanár a gazdája. De viccet félretéve... Jaj! Mert hogy ebben az időszakban ugye elméletileg nem mozdulhatnál ki, és akkor a kutya elment és megsétáltatta magát. Úgy van, nyomjon neki az autópályát! Ez valahol olyan szomorú. Tehát, hogy nézzétek meg az arcát a kutyának, azon. Oké, akkor elmentem egyedül. A következő az egy ilyen Facebookos poszt, ahol kiírta a csaj, hogy a boltban előtte pontosan ez történt. Az egyik srác 5 csomag zsepivel ment a boltba, majd az egyik nő odament hozzá és elkezdett ordítani, hogy Úristen, ezt nem hiszem el! Majd elővette a telefonját, elkezdett filmezni és azt kérdezte tőle, ön most magára büszke? Majd a csávó, akit filmezett, felrakta a zsepiket a polcra, és a nő már örült, hogy na visszarakta. Csak ott volt egy kártya a mellén, ami annyit jelentett, hogy ott dolgozik a boltba, és újra töltötte a zsepit. De gáz lehetett annak a nőnek, te Jézus Isten! Valahol megértem már, mint mindkét fél. Őszintén, amikor én azt látom egy boltba, hogy valaki ennyi mindennel jön ki, akkor valahol bennem is megfogalmazódik az... Mi van? Persze, vegyetek 2-3-szor annyit, amennyit szoktatok, de ne az egész boltot, baszki! Na de igen, mi is akkor a válasz arra, hogy büszke a csávó magára? Igen, nagyon is büszke, mert ő szolgálja ki az embereket. Ő tölti újra naponta 5000-szer. Mik? Ott fut egy kutya. Kié? Vagy ő is magát sétáltatja? Ebből a képből valószínűleg sokat nem értetek, mert először én sem értettem, ennek van egy leírása, és igazából nem is a kép a lényeg. A csáv, akit látunk a képen, az tulajdonképpen ilyen válási ügyvéd. És innen már lehet, hogy értitek, mint direkt minden ember erre jönne, csak azért, mert látnak komolyan, van 600 ösvény.
ott van valamilyen ősvény, ahol rengetegen vannak. Elméletileg senki nem kéne járni, de amióta itt videózok, azóta mindenki erre jön. Szóval minden egyes feliratkozás és like egy pont Csonginak, hogy boldogabb legyen és ne kapjon idegbajt. Azért ilyen boldog és azért ilyen ha-ha-ha, mert éppen arra vár, hogy azok a párok, akik otthon kell üljenek és nem mozdulhatnak el egymástól, mikor fogják beadni a válási pert. Yes! Ezekben a hónapokban vajon hányal több válást történik, mint egy átlagos hónapban? Szóval biztos vagyok benne, hogy rengeteg ember fog költözni, mert a házas párok, vagy simán akik csak együtt élnek, szerintem mindegymás agyára mennek, mert valljuk be azért, ilyenkor mindenkiből kibújik a kis csigusz. Megy le a nap, milyen szép narancsárga, látjátok? De amúgy lehet, hogy csak túl gondoltuk, és nem is erről van szó, hanem egyszerűen csak kezet most egy ilyen antibakteriális gél. Na jó, mondjuk. Mi? Mit mondasz, madár? Ja, a következő? Oké. Okay. Ne várna, szerencsétlen kutya! Ez mégis hogy jutott valakinek eszébe? Tehát, hogy azért egy kutyát levinni sétáltatni szerintem csak szabad. Bazeg. Mármint, hogy értem én, hogy a földszinten vagy az elsőn lakik már az olyan, mint hogy az első rendet, de mégis a földszint. Hogy nézhetett ez ki, amikor a kutya, hogy tudjátok? Kérlek pisilni! Jól van kutyám, akkor fogunk egy kötelet, és szépen leereszünk az elkülön. Na? Elvégezted a dolgod? Oké, akkor húzlak. Beszarok. Ezt nagyon remélem egyébként, hogy csak a kép miatt csinálták meg, és ez valójában nem igaz. Nem tudom, hogy ez állatkínzás, de szerintem ez, mondjuk, hogyha a heveder annyira erős és nem szorítja a nyakát, akkor technikailag nem. De ez azért akkor is durva. Bezzeg az a két úcsa, az nem jön erre, csak az ilyen öreg faszik. Nem amúgy ugi viccelek, ezt ahogy elmondjátok mesinek. Amit most fogok mondani, az azért is érdekes, mert nagyon sokat gondolkoztam, hogy ha bezár mondjuk fodrászat meg mindent, mindenki otthon fog ülni, ami azt jelenti, hogy a lányoknak nem lesz műkörme, nem lesz festve a hajuk, levágva a hajuk, akár a fiúknak sem, akkor vajon mi fog itt történni egy pár hónap múlva? Tehát, hogy utána minden lány szőrös lesz, a fiúknak meg összeresztőve a szemöldökük, és ilyen hosszú haja lesz, mert amúgy ezen én is gondolkoztam, hogy lehet, hogy a videóban most végignézhetitek azt, hogy egy vagy két hónap alatt hogy meg fog nőni a hajam. Pillanatra beszartam, de rájöttem, hogy nem Romániában vagyok, szóval itt nem hiszem, hogy medve van. Ha már nagyon szeretjük a mémeket, akkor mit szólnátok egy újabb mémhez? Ugye amikor új év volt, mindenki az a viccelődött, hogy hát tesó, nem láttalak tavaly óta. Na most mindenki azzal fog szórakozni, hogy hát nem láttalak a betegség óta. Sőt, valamelyik nap én is kiraktam Instára egy hasonlót, itt bevágom nektek, hogy amikor anyukád azt mondja, hogy nem baj, ülj csak itthon, legalább nem költöd el a pénzed. A nagy lótúrót. Hát én, amióta otthon ülök és lolozok, Fortnite-ozok, vovozok, meg néha GTA 5 online azok, meg Minecraft-ozok, hát szerintem mindent megvettem, ami létezik a világon. Úgyhogy bár egyes cégek most elég szorul állnak és szinte össze is dőlhetnének, az egyszer biztos, hogy a játékfejlesztők most nagyon örülnek, mert hogy mindenki rengeteget játszik. Anyuci otthonról dolgozik, mert azt mondta a főnöke, hogy innentől Skype-ra kell menni, és ott beszélgetni és dolgozni. Csak hát mivel anyuci otthon van és a gyerekek is otthon vannak, anyu melózik, a gyerekek megkussolnak. És ha már ott tartottunk, hogy vajon mi lesz akkor, aminek ennek vége lesz. Azon kívül, hogy hány házasság fog szétmenni, vajon hány baba fog születni 9 hónap múlva. A tévében azt mondták, hogy az összes sport lefújva. Ez elég szomorú. De én rájöttem otthon, hogy egyébként nem. Még mindig van lehetőség. Hát igen, annak van lehetőség, akinek van otthon ilyen elektromos, okos porszívója. Mi az, hogy elektromos, csogi minden porszívó elektromos? Most hát nem biztos, de na. Csak azt nem értem, hogy ennek mi értelme van, mert hogy szivatod a porszívódat, hogy előtte feltörölsz, és akkor ő már nincs, amit feltöröljön. Vagy pont, hogy az ellentétét kéne csinálni, hogy nem előtte törölni, hanem elszórni ilyen magokat, vagy szemetet, és akkor szépen felporszívozza, és folyamatosan megy körbe, és körbe, és körbe, és egy adott pillanatban a legjobb haverod, hát a saját okos porszívód lesz. Úgy élvezem, hogy csipognak a madarak, tehát hogy tényleg nagyon szeretem. Ez is egy tök jó mém, azért is vágom bele a videóba, amikor meglátnak két embert maszkban a bankba, és fellélegeznek, hogy ezek nem koronavírusosak, csak kirabolják a bankot. Semmi baja! Csak pihen egy kicsit. Miért? Tehát, hogy tényleg. Jó, ez amúgy tényleg jó. Karácsonyra kaptam egy ilyen hatalmas guriga vécépapírt poénba. Na ki az, aki nevet most? Mert meg akarták prankelni karácsonyra, és akkor ugye az nevetett, aki megvette ezt az ajándékot, de most... Hát most már nem így van. Megint nem merejön az a kincsony. Amikor amúgy is az életed 80-90%-át otthon töltöd, de azt mondja az állam, hogy most muszáj otthon maradod. Nem. Most nem fogom megcsinálni. Ugye súlyt már befejeztem, szóval ja, elég sokat ülök otthon, és most, hogy azt mondták, hogy üljek otthon, igazából semmi változás nem történt, annyi, hogy nem járok el plázába, nem járok el moziba, meg néha bulizni, hanem ülök otthon és csinálom ugyanazt, amit amúgy is szoktam. De valahol rájöttem azt, hogy nagyon unalmas otthon ülni. Tehát tényleg, amikor így kimozdulnál, és nem szabad, az annyira szar érzés. De mondom, én is azt mondom, hogy minél többet üljetek otthon, mert szerintem is ez a legjobb döntés, amit csak lehet csinálni. Amikor majd 20-30 év múlva el akarom magyarázni a gyerekemnek azt, hogy hogyan lett abból, hogy valaki Kínában megvett egy denevérlevest, az egész világon WC-papír hiány. Ha belegondolunk, azért oké, reméljük, hogy túl leszünk rajta minél hamarabb, viszont a fejünkben mindig is ott marad, és képzeljétek el, amikor a gyerekeknek meséltjük, hogy baszki, tényleg nem volt hús a boltban, alig találtunk WC-papírt, pedig majdnem összeszt magam, azért lesz itt mit mesélni. Mi? Jó, hogy énekelnek.
Na jó, ez nagyon menő. Ez nagyon tetszik nekem. Amúgy pontosan ezt akartam mondani nektek, hogy lehet, hogy egy csomó negatív dolog van benne, de szerintem van pár pozitívum, és egy picit próbáljuk meg felsorolni. Egy szar az élet, nem Csongi, ez nem pozitívum. Nagyon sok ember megtanul kezet mosni, és szerintem amitán ennek az egésznek vége lesz, utána is az emberekben megmarad az a reflex, hogy hazamennek kezet mosnak, és ez egy tökéletesen jó dolog. A második, az embereket ez valahogy nagyon is összehozza, akár online, de az emberek ki vannak téve annak, hogy egymással kommunikáljanak, hogy ki milyen infóval rendelkezik, ki hogy bírja, stb. És ez szerintem nagyon jó. Mert utóbbi időben az emberek annyira elhidegültek egymástól, hogy valaki ránéz a másikra az utcán, és hogy ember. És ez a videó szerintem tökéletes példája annak, hogy milyen is az, amikor az emberek unatkoznak, nincs jobb dolguk, és egyszerűen kiülnek az elkére és énekelnek, és szerintem ennek baromi nagy hangulata van, szóval szerintem most hazamegyek és elkezdek énekelni az elkén, hogy hát, hogyha valaki csatlakozik. Gyertek! Ja, Hongi, ne hagyd ott a kamerát! Majd, de itt hagytalak titeket! Yeah. Szóval én nagyon remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen, akkor mindenképp iratkozz fel a csatornára, hogy ne vagy le a következőről, mert szerintem rendszeresebben fogok kijönni, csak hát mondjuk nem ebben az időszakban. Ha pedig már fel vagy iratkozva, akkor mindenképp fejeld meg azt a like gombot, azért ne fájjon, na. Én meg szerintem megpróbálok visszatalálni valahogy, mert azt sem tudom már, hol vagyok. Instagramon, TikTokon be tudsz követni, ott van a leírásban minden infom. Baj, nem menes, nem. Szóval ugye szokott lenni, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, mindenki vigyázzon magára, és hát találkozunk a következő videóban, úgyhogy jöhet az outro is! Hajjó!